2018. februárjában, egy iskolai lövöldözés után újra felkapottak lettek a fegyvertartás elleni tüntetések. A mi megyénkben is tartottak egyet, természetesen a helyi demokrata párt szervezte. Én is körbekérdeztem szervezeteket, hogy nem akarnak ellentüntetést szervezni, de volt, amelyik nem válaszolt, volt, amelyik válasz helyett annyit mondott, hogy adakozzak nekik pénzt, úgyhogy hagytam mindegyiket a fenébe, és egyedül hirdettem meg az ellentüntetést. Csak néhány ember jelezte, hogy eljön. Pár órával a demonstráció előtt kaptam egy e-mailt a rendőrségtől, de csak annyit válaszoltam nekik, hogy nincs rájuk időm, mert már úton vagyok a tüntetésre, és úgysem tudnának lebeszélni róla. Megérkeztem a gyülekező helyre, ott már sokan várakoztak. Ahogy ott ültem, páran csúnyán néztek rám, egy ember kicsit szövegelt mindenfélét, hogy vadászpuska jó, AR-15-ös nem jó. Én meg nem szóltam hozzá semmit. Itt vagyok egyedül, nem látok senkit, aki velem lenne. Akkor lehet egyedül fogok vonulni most. Amikor a tömeg egyre nagyobbra dagadt, akkor észrevettem, hogy a másik oldalon van egy amerikai zászló. Néhány ember állt ott a zászlóval. Én rögtön oda mentem, mert sejtettem, hogy ők a felhívásomra érkeztek. Így is volt. Kiosztottam nekik néhány feliratot, aztán beálltunk a tömeg végére. Volt, aki belénk kötött, és beszólt néhányat, hogy az AR-15-ös nem jó vadászatra, úgyhogy tűtsák be. Szerencsére nem zorgatott minket túl sokáig. Ott akkor mi 10 voltunk. A vonulás után megérkeztünk a tüntetés helyszínére, ott még 10 ember volt, akik nem a fegyverek ellen, hanem a fegyvertartási jogok mellett demonstráltak. A fegyverellenesek beszédeket mondtak, talán egy órán át tartott a rendezvény. Érdekesség, hogy ez elvileg egy iskolás tüntetés lett volna, de többnyire öregasszonyok voltak ott, meg vén emberek. Alig láttam néhány iskoláskorú tüntetőt. Amikor vége lett a beszédeknek, utána mindenki elvonult. A tüntetők sajtója és a helyi tévé azt állította, hogy 200-an voltak. Minket persze nem említettek meg, de mi meg 20-an voltunk, úgyhogy ők 10-szer annyian voltak, mint mi. Igaz, őket a legnagyobb párt szervezte, meg valami fegyverellenes lobby szervezet is, a másik oldalon meg csak én egyedül hirdettem meg az ellentüntetést. Volt ott egy 300 ember, körülbelül 15-20-an lehettünk. De az is fontos, hogy egyáltalán valaki megjelent itt. Köszönet mindenkinek. Talán legközelebb többen leszünk. Még nagy tömeg volt a másik oldalon.